Egy több mint fél évszázados bunker bújik meg a fák között a vasúttól nem messze, Dombováron. Érdemes közelebbről is szemügyre venni, mert ez nem csak egy elhagyatott katonai épület. 1953-ban épült. Hát az elképzelés az volt, hogy a Pécsi Vasútigazgatóság valami háború esetén ide jön ki és innen irányítja a vasutat. Hát ez egy magyarul egy bunker. Egy hatalmas betonépület, több szintes. Dombovár az egy nagy vasúti csomópont volt, meg jelenleg is az, és úgy gondolták, hogy hát ez nincs közel a jugoszláv határhoz. Ugye annak idején hát a szerbek azok éppen nem a baráti társaságba tartoztak, és akkor úgy gondolták, hogy itt nagyon jó helye lesz. Ez a kis gyűjtemény, ami itt található, ez a vasúti gyűjtemény, ez ma, nem ma, hát majd márciusban volt 35 éves. 2007-ben sajnos elfújt egy Beles Lajos nevű kollégám, barátomnak az álma volt ez, hogy legyen ilyen, hogy a vasútnak a történelme maradjon meg. Mára már az udvar is kezd árulkodó lenni, hogy valami köze van a vasúthoz ennek a területnek. Ez egy vasúti kézihajtány, most került ide. A kijelölt helyen ott van egy levetve, egy darab léc, egy nagyobb, meg egy kisebb vízdarú fog még ide kerülni az idén. A jelző az tavaly került ide, meg mellette majd egy alakjelző lesz még felállítva, és mindig, amikor valahol valamit kivesznek, akkor azt mi nagyon szívesen látjuk, hogy hozzák ide, és akkor ezen a nagy területen elfér. Ez a pályamesterek ezzel járták a pályát, hát ezt kézzel kellett hajtani nekik, és akkor innen közvetlen közelről nézték a talfáknak, meg a sineknek az állapotát. Három emeleten 8 terem várja az érdeklődőket, hogy ki mennyi időt szán rá, az változó. Amennyiben tüzetesen megnézünk mindent, akkor legalább 2 órás programot is jelenthet a látogatás. Ezek a szemléltető eszközök, ezek a leendő vasutasoknak a tananyagát képezik, tehát ők, akik ugye vasútra jönnek, akkor ezeket el kell sajátítani, nekik álmukba is kell tudni. Tehát ezek jelzők, jelzőeszközök, bozolvátőnek tudni kell, hogy most hogy áll a jelző, vehet, nem vehetek, úgyhogy ezt azért szemléltetjük ide, hogy hát lássák, hogy szoktak jönni apácai cserejáros iskolások, hát meg szoktam kérdezni tőlük, hogy mit jelent. Ez egy váltó. Ez a váltónak a különböző jelzési képei vannak, ez például egy egyenes jelent a mozdonyvezető számára, ez kitérőt jelent, ez ugye fővonalról mellékvonalra, az mellékvonalról fővonalra, ez csak mondjuk a váltók. Ugye a vörös az mindig vörös, tehát a vasúton vörös van, nem piros, ezt ugye el szoktuk mindig mondani, és akkor ugye zöld-sárga színek vannak, hát most a jelentésében nem, vagy nem megyünk bele már sok, és azok a jelzők, amik arrébb vannak, ezek a tárcsás jelzők, ezek már csak a mellékvonalakon találhatók. A gőzös világban volt ennek jelentősége, hogy amikor ugye aratás vagy olyan időszak volt, akkor ezt a táblát, hogyha a mozdonyvezető meglátta, ezt az ű-jelű táblát, akkor nem engedhette le a salakot a vágány mellett, nehogy esetleg meggyulladjon a tarló. A tárlat részét képezi Beles Lajos emlékét őrző szoba is. Ő álmodta meg tulajdonképpen ezt a vasúti múzeumot, aminek 6 vagy 7 helye volt Dombováron, sehol nem fogadták be igazán, még 2013-ban a Városépítő Egyesület bérbe vette a vasúttól ezt az épületet, és ide költöztünk, na akkor rendeztük be ezt a szobát a Lajosnak a tiszteletére, aki 2007-ben hirtelen meghalt, de most az ő személyes tárgyai, bizonyítványai, könyvei, mert ő könyvet is írt, sportolt is, minden ebben a szobában található, úgyhogy a család nagyon örült annak idején, mikor először ezt megmutattuk nekik, hogy hát ő egyébként a Lajos. A második emeleti tárgyi szoba rengeteg relikviát rejt magában. Ez a vasút tükörképe, hogy így mondjam, ugyanis itt minden olyan megtalálható, azok a tárgyak, azok a szemléltető eszközök, azok a ruhák, amiket a vasutasok használtak a régi időkben. Ilyenben jártak a mozdonyvezetők, akkora urak voltak a régi világban, és természetesen fehér kesztyű is járt hozzá, ami most nincs ugye már meg, Vales alád eldobta, és ebben még vitték a kis elemózsiát ezekbe a táskákba. Hát ez már egy modernabb, ez a bárdos táska, ebben volt a kis szalonnát, hogy nagy dolgok nem voltak akkor. Ez egy gőzös sebességmérő szalag, ami ugye arra szolgált, hogy tájékoztassa a mozdonyvezetőt, hogy hány kiló, tehát egy vonatnak volt egy sebessége. Most ez az óra mutatta azt, ebben volt egy szalag, mutatom itt a szalag,
mutatta, hogy hány kilométerre, és ha túlépte a sebességet, és valami baj történt, akkor nyilvánvaló, mindjárt ugye meg lehetett fogni a mozdonyvezetőt. Olyan eszközöket is rejtenek a polcok, melyek nélkül elképzelhetetlen lett volna a vasút működése. A durrantyú arra szolgált a régi rendszerben, hogy nem voltak még fényjelzők, nem volt olyan biztosító berendezés, hanem térközőrök voltak, akik kezelték a jelzőket. Na most, ha valami baj történt, akkor ezekre a szolgálati helyeken az egyik sínszárra lerakták ezeket a durrantyúkat. Tehát amikor jött a vonat, és ráment erre a durrantyúra, ami akkor hatalmas a szót, akkor a mozdonyváltó azonnal tudta, hogy meg kell állni. Na, de hát ezek most már kimentek, ezek már csak a múzeumban vannak. Egy remek családi program része lehet a Dombóvári Vasút Történeti Múzeum, amely tárt kapukkal várja az érdeklődőket.